Sziasztok! Ez itt újra a Hangszer Mustra Extra, a mai vendégünk pedig Csapó Krisztián, aki elhozta nekünk a harsonáját. Nagyon üdvözlünk a műsorban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm. Arra kérnélek, hogy mesélj egy kicsit a hangszernek az eredetéről, van valami története, hogy hogy került a köztudatba? Az elődei, a fúvós hangszerek, vagy részfúvós hangszerek elődei a mindenféle állatok szarvaiból eredeztethetőek. Például a tehén szarvából is vannak hangszerek bizonyos kultúrkörökben, Skandináviában. De a harsona, mint olyan, a 15. században alakult ki. Akkor még egy picit kisebb volt ez a korpusz vagy tölcsér része. És azt hiszem, hogy ez majd néhány száz évvel később lesz nagyobb, hogy hangosabb legyen a hangszer. Németországban fejlesztették ki, és először a templomokban volt népszerű, mivel az emberi hang hangterjedelmében tud megszólalni, és ráadásul van négyféle harsona is, ez a tenor harsona, ez a viszonylag magasabb férfi hangnak megfelelő, van a basszus harsona, van az alt harsona és a szoprán harsona, így akár négy szólamban is a templomokban tudták kísérni az éneket, a korálokat, és kiválóan meg tudták erősíteni. Később aztán ezt az angyali hangzást egy ördögibb vagy ijesztőbb szerep is kiegészítette. Az egyik első zeneszerző, aki szimfonikus zenekarba adott át a harsonát, Beethoven volt. Az 5. szimfóniájában a mennydörgést reprezentálják a harsonák. Ugye van egy kedves lágy hangja, de hogyha igény van rá, akkor nagyon keményen és recsegősen is, és hangosan is tudnak szólni a harsonák. Aztán később ugye több stílusban használták a hangszert, akár menedzenekarokban. Ott ugye sokszor föltűnt egy olyan változat a harsonának, ugye ez attól érdekes a harson, hogy nem billentyűk vannak rajta, hanem úgynevezett tolóka, most meg is mutatom. Amit ugye minél kijebb húzunk, annál hosszabb a légoszlop, olyan, mint hogy egy húr hosszabbá válna, és annál mélyebb a hang. Ehhez jön még a felhangrendszernek a rendszere is, azt is akár elmesélhetem később. De minden esetre van egy olyan változata, amin vannak ventilek, kis gombocskák. Amikor az ember az utcán menetel, akkor az egy viszonylag veszélyes dolog, hogy húzigál egy botot maga előtt, hát könnyen hátba lehet veregetni az előtte, vagy a környékén sétálókat. Így elterjedté vált ez az úgynevezett ventil harsona is. De a népzenét, tehát például a sváb vagy a morva népzenében is ezek a részfúvós hangszerek nagyon elterjedté váltak. És ugye a jazzben és a Dixielandben, New Orleansban egy olyan különleges szerepe lett, hogy ott keveredett az afrikai-amerikai zene, az európai zenével, a menedzenekarok zenéjével, és ott kifejezetten tetszett nekik az, hogy az emberi hangra hasonlít, míg a klasszikus zenében inkább ilyen instrumentálisabban kell játszani, egy másfajta stílus, másfajta frazírozás, másfajta vibrátó, a jazzben pedig kifizette jó volt, hogy az ének hangra hasonlított a hangja, és ez úgynevezett glissando, amikor csúsztatják a hangot. Ezt nagyon szerették használni, így kifizetten fontos szerepe lett, és ki is alakult egy stílus, amit a New Orleans-i harsonásokról neveztek el. Ugye a 20. század elején is volt már YouTube, mint ahol csak egy kicsit máshogy nézett a YouTube, az ki kellett menni az utcára, hogy az ember megtekintse a videóit, és lovaskocsin érkeztek a zenei videók, felszálltak a szekérre a zenekarok, és úgy versengtek azért, hogy ki kapja a hétvégén a több koncert lehetőséget, hogy a szekéren körbe-körbe mászkáltak utcára-utcára, és akinek a legnagyobb közönsége volt, a legnagyobb nézettsége a YouTube-on, az kapta több bulit. És mivel ott is problémás volt az, hogy a szekéren a szemeket kilövi a harsonás a tolókával, ezért a szekérnek a leghátsó részére ültették a harsonást, ahol lenyitották ezt a tailgate nevű hátsó ajtót, és ott kifelé harsonázottak. A harsonázás, ez tailgate stílusnak nevezték el a Dixielandben a harsonázást, tehát ugye a trombita játszott át a dallamot,
a klarinét egy ilyen díszítős ellenszólamot, és a harsona pedig alájuk valamilyen szólamot, tercet, vagy akár egy még egy kis kiegészítő szólamot játszott. Később már megjelentek a harsona virtuózok, egész gyorsan hangszerszerűen is lehet játszani ezen a rángatós hangszeren, mindenféle módszert kitaláltak ezekre. Szóval nagy hagyománya van, és nagy történelme ennek a hangszernek, és nagyon sokféle szín tud hozni a zenében, és sok stílusban tud megszólalni. Az biztos. Kérlek, mesélj nekem arra, hogy miből van ez a hangszer, milyen különlegesebb részei vannak? Jó. Egy harsonát általában három részre lehet szétszerelni. Az egyik az a korpusz, vagy tölcsér, vagy a szarv rész. Ez lenne itt a szarv. Itt jön ki a hang, ez a nagy felület általában részből van, ez rezeg. Ezen is van amúgy egy kivehető rész, a hangoló cug, nevezető, egy kis hangoló cső. Minél kiebb húzzuk, ugye annál mélyebb a hang, és ez a finom hangolásra jó. Oké, vissza tudtam tenni. Fölmerült ugye itt a beszélgetés előtt, már volt egy kis beszélgetés, hogy mi ez a hüllő lenyomat itt. Általában két verziója van egy tenor harsonának, ez az egyik, ezt a jazz harsonások használják, és az ilyen harsonáknál itt szokott lenni egy kis korong, ami egy súly, ugye egy orr nehéz lenne különben, és ez vagy kiegyenlíti. Ez igazából kifejezetten csak design szempontból nem a korong van benne, hanem hogy kicsit egyedibb legyen. Egy svájci hangszerkészítő, Fabian Bechi készített ezt a hangszert, és ők kezdték el ezt az érdekes dizájnt. A másik verziója pedig, mivel a mélyebb hangoknál van egy néhány mélyebb hang a nagy kontraoktávban is, amik nem szólalnak meg ezen a fajta harsonán, és a gyorsabb játéknál is segítség, hogy még egy extra csőt beiktatnak, biztos láthatok már olyan harsonát, hogy van még itt egy extra rész cső, és az van még egy ventil. Amikor ezt a ventilt lenyomják, akkor abba a csőbe is belemegy a levegő. Ugye így működik a trombitáknál is, ha lenyomják, akkor még egy plusz kis kanyar tesz a levegő, és annyira mélyebb lesz a hang. És ezt úgy hívjuk, hogy quart ventil, értelemszerűen négy hanggal lesz mélyebb úgy a hang. És ezt kombinálva másokkal gyorsabban lehet játszani, és ezek a mély hangok is meg tudnak szólalni. Ez tehát a korpusz része. Van egy fúvóka is, ami hozzá tartozik. Igen, egy kis feles pohár, vagy minek látja ezt. Ez is egy nagyon fontos része, ugye a levegő is rezonál, ahogy a szánkat lezegtetjük. Ezt a rezgést veszi át a fúvóka, majd adja át a hangszernek. Ő magában kicsit ilyen kacsa hívogató, vagy kacsa vadász. Szóval nem annyira kellemes. Ez viszonylag ritka, ez egy 3-4 nyomtatóval készült kis kiegészítő. Ha az ember például dugóban ül, és egy trombitás az még előbb tudja kapni a kisebb a hangszer, nincs tolóka a piros lámpánál vagy a dugóban, de a harsonának, hogy nehezebb, kegyetlen, kellemetlen hang legyen, és kicsit tehát más kép belődik vissza a levegő is, hogyha csak simán a fúvókát fújja az ember. Ez azt hivatott szimulálni, hogy olyan érzés, mintha a hangszerbe fújnák, viszont nem olyan hangos, meg nem annyira kellemetlen hangja. Jó, kellemetlen a hangja, de nem olyan hangos. Jó, egészségünkre. Szóval megyünk tovább. Ez pedig a tolóka, vagy pedig a német szóval elterjedté Magyarországon a cug. Ez a jellegzetes része a harsonának. Van az a vicc, amikor a Parasz bácsi véghallgatja fúvósok koncertjét, és oda megy utána a harsonát, ki kell annak jönnie, és akkor lehúzza. Szóval ez ki tud jönni, tehát maga a cug is két részből áll, van ez az U alakú. Ezen van egy kis filmréteg, egy sikosító réteg, hogy jobban csúszom. És ez azért is érdekes, mert ez nem részből készült, mint általában a harsonák tolókája, hanem ez egy szénszálas anyagból, carbon fiberből, ami egy nagyon könnyű anyag, de nagyon erős. Az
végzetes lehet egy harsonánál, hogyha behorpad a torókája, és nem tud csúszni, akad, és ez sokkal nehezebb ilyen szempontból elintézni. Igen. Belül pedig bronzból van. Ez még nem piszkos, hanem egy kicsit ez a szén időnként kopik. Lehet törölgetni. Szóval ez a harmadik része, ez is meg tud szólalni egymagában. Inkább a fúvókával, hogy... De sokkal jobb, hogyha rajta van a torpusz része is. Hát igen, azért egészen más. Jellegzetes, ikonikus. Van egy hangja. Szóval ezek a harsona részei. És még csak annyi, hogy a basszus harsona az nyilván sokkal nagyobb hangszer, ott még a kvárt ventilen kívül még egy adag cső, és még egy ventil, van a quint ventil, és ez még több kombinációs lehetőséget ad a, akár a gyorsabb, akár a mélyebb játéknak. Mennyire nehéz eltalálni rajta a hangokat? Van egy rendszere nyilván, tehát 7 részre van felszeletelve a tolóka. Az is érdekes, hogy a nagyobb építési harsonáknál, a basszus vagy a kontrabasszus harsonánál van egy ilyen kis, vagy tud lenni egy ilyen kis pálcika is, hogyha valaki nem éri el, akkor még azt megfogja és ezzel letolja. Tyúklétrának is hívják ezeket a nagyon nagy harsonákat. Nyilván van egy rendszer, tehát van egy lineáris, tehát a 7 fekvésnek hívjuk, a 7 kis vonalkát el kell képzelni, és van egy mi ez a horizontális, meg a vertikális, az pedig a felhangrendszer. És tehát ezt a kettőt kell kombinálni az embernek talán. De igazából elsajátítható, vagy én meg tudom tanulni, hogy az. Igen, most. Ezt lehetem mondani, hogy mennyire nehéz megtanulni, meg mondjuk milyen korosztálynak ajánlanád, vagy mikor kezdjen el valaki tanulni harsonházni? Gyakorlatilag az lehet az akadálya egész pici korban elkezdeni, hogy talán nem érje el a gyerek az utolsó fekvést. Ezért vannak nagyon hasonló hangszerek, mint a hasonlat, például a bariton és a tenorkürt, ahol ugyanez a fúvóka van, ugyanez a hangterjedelem, csak egy kicsit másképp kanyarítják a hangszert, és van 3 vagy 4 ventil, és ez egy nagyon jó előszobány szokott lenni, és amikor 9-10 éves korban már eléri a gyerek a 7. fekvést, akkor érdemes elkezdeni a hasonlat. Te is kb. Ilyen időskorodban kezdted? Nekem is ez volt a karrierem, hogy ment a bariton költözés, a fúvózenekarban, a tenor költözés, aztán pedig hasonlára váltottam. Még azt szeretném kérdezni, hogy szoktátok-e hangosítani, vagy szoktad-e hangosítani, vagy olyan hangos ez is, hogy nem is kell igazából? Hát attól függ, játszom big bandekben is, ahol ugye van 4 trombita, 4 harsona, 5 szaxofon, zongora, dob, basszus, meg mindenképp gitár is. Ott nem feltétlenül kell a fúvós kórus hangosítani. Itt volt a világ egyik legjobb big bandje nemrég a Művészetek Palotájában, az Erzsébet Lincoln Center Jazz Orchestra Vintomászás trombitás vezetésével, és ők például teljesen akusztikusan játszottak. A bőgőnek is egy alapja volt, nagy hangversenyteremben, ami minden akusztikusan szólt, ez is egy felfogás. De vannak például olyan big band zenék, vagy olyan rock-pop zenék, ahol azért keményen meg tud szólalni a dob. A lemezemen is egy olyan dobos játszik, aki képes nagy hangerőre, a Bollai Gergő. Mellette azért érdemes kihangosítani a harsonát, úgyhogy nyilván műfaja válogatja. Klasszikus zenében nyilván nem szokták hangosítani, akusztikusabb jazz felállásoknál sem feltétlenül, de pop, rock, funky vonalon már azért érdemes. Mit ajánlasz annak az embernek, aki szeretne elkezdeni harsonázni? Van-e valami tipped? Hát válaszom valami mást. Nem, hát attól függ, tehát nyilván hallgatni kell sokat, és érdemes beletenni az óraszámot, mert azért kell egy kis idő, amíg az a hang megszólal, ami tényleg a harsona hang. Ez egy nagyon munkás hangszer, nagyon sokszínű. Én például a Budapest Rektemberntől kezdve akár időnként filmzenét játszom, szimfonikus zenekarokig is játszom, templomi zenétől a bárokig. Úgyhogy egy nagyon színes zenei élete lesz, aki harsonázik, mert nagyon sok helyen van szükség harsonára. És az is egy érdekes dolog, hogy sok állandó rock vagy pop zenekar
ahol amúgy nincsenek fúvósok, időnként hívnak fúvós szekciót így. Igen. Mi turnéztunk a Brains nevű, ilyen drum and bass zenekarra, aki kicsit elektronikus zene, időnként helyettesítve az Iron Mafiába, vagy a Lunciációba, tehát olyan csapatokhoz is így befér az ember, akik amúgy nem feltétlenül a fúvós szekcióban. Szóval mindenhol beférkőzik a hasonlat. Ezért is érdemes hasonázni. Ja, most éppen, például Majka, aki nagyszerű zenevész, és egy Big Band-be turnézott, meg koncertezik, ahogy láttam, úgyhogy sok-sok rétű a felhasználása ennek a hangszernek. Így van. Nagyon szépen köszönjük, nagyon szép ez a hangszer tényleg. Még egyszer megszólaltatnál nekünk? Igen. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy ismét itt voltatok velünk, hogyha tetszett, akkor nyomjatok nekünk egy lájkot és esetleg egy feliratkozást is, és remélem, hogy a következő epizódban is találkozunk. Sziasztok!